mit érdemes itt megnézni. Abban három dolgot emelnek ki. Az egyik ugye értelemszerűen itt a történelmi városrész le egészen a partig. Parkolóval szemben. Mint kiderült, a villa az nem csak egy sima épület, hanem tartozik hozzá egy egészen nagy botanikus kert, amit most végig fogunk járni. És ahogy néztük a térképet, meg nagyjából szemre is úgy jön ki, hogy kb. Egy kilométer hosszan terül el így végig a parton. Ez nem egy nagyon széles terület, szerintem nagyjából egy 50 méter lehet, és emiatt ugye inkább hosszú az egész. Maga a terület a 19. századig, mint apácazárda működött, akkor vásárolta meg egy német úriember, aki aztán ugye átalakította az egészet saját használatra, akkor lett a kert kiegészítve. És a kellemes klímának köszönhetően, ami most nem tapasztalható, mert nagyon fúj a szél, nagyjából 900 különböző egzotikus faj él itt a kertben. Gyakorlatilag Afrikától elkezdve Amerikán át mindenhonnan hoztak ide növényeket, és azok itt tök jól érzik magukat. Most egy kicsit rossz az idő, de amúgy kirándulni nagyon jó. És nagyon szép, hogy gyakorlatilag olyan olánas fellők jönnek, hogy nagyon-nagyon. Úton idefelé majdnem végesett, úgyhogy ebben reménykedtünk, hogy egy kicsit eláll és meg tudjuk nézni itt a környéket. Eddig nagy szerencsénk volt, most az a baj, hogy elkezdett csöpögni, nincs esernyőnk, úgyhogy most szerintem visszanyunk a villába. Volt a kastély, és hát mire kijöttünk, eldeső, viszont azt nézzétek meg, hogy ott nem látszik gyakorlatilag a park, amit eddig láttunk. Most kezd el nagyjából így csöpögni és elindulni. Hát meglátjuk, mikor lesz vége, és úgy indulunk vissza. Lehet, hogy mai nap gyakorlatilag ezzel véget ér, de ennek is örülök, hogy legalább ennyire ideig elállt az eső, és meg tudtuk nézni, és most indult el, és most zuhog, ide is elért. Szerencsére nem kellett sokat várni, nagyjából egy fél óra alatt elment a nagy vihar, és nagyjából ott a hegy mögött már látszik, hogy oszladozik a felhő, úgyhogy most kimerészkedtünk. Igaz, hogy nagyon nagy szél fúj, de most megpróbáljuk bejárni a kertnek a másik végét, ahol még nem voltunk, és utána pedig fel fogunk menni a várba. Viszont is sajnos el kell engednünk Lekkót, mivel nem lesz időnk utána Bellagiora. Ezt viszont azzal szeretnénk ellensúlyozni, hogy Kompal fogunk átmenni, és onnan is megmutatjuk a tavat. Mert innen Varennából autós komp megy egészen Bellagioba. A többi komp amúgy nagy részt leginkább személyszállításra van, tehát nem tudsz mindenhol kocsival közlekedni. Úgyhogy ez a terv. Most még elmegyünk oda a végébe. Nagyjából ott látszik egy ilyen kis valami ház. Odáig elmegyünk. Ja, és megnéztem külön a leírást. Nem egy kilométer, két kilométer hosszú az egész kert. Úgyhogy tényleg nagyon nagy. És hogy érzékeltessem a távolságokat és az egész kertnek a méretét, ott van az a kis szürke ház, amiből indultunk, tehát az a bejárata.
ott van szemben vele a parkolóház, és szépen egy nagyjából, ugye, ahogy írták, 2 kilométeres sávban így végjön a kert a partszakaszon. Gyönyörű szép, ha erre jártok, mindenképpen nézzetek be szerintem. És nem is drága, 8 euró volt a belépő, abban benne van a villa is. Ha csak a kertre vagytok kíváncsiak, akkor csak 5 euró. Szerintem ez teljesen, teljesen normális áron van, és kihagyhatatlan élmény. Most pedig el fog fújni a szél. Ez lett volna a Villa Monastero. Ha erre jártok, szerintem mindenképpen nézzétek meg. Nagyjából szerintem egy olyan 2 óra elég rá, most egy kicsit elhúztuk az eső miatt. Úgyhogy most megnézzük, hogy a vár meddig van nyitva, és ha fel tudunk még menni, akkor felmegyünk, ha nem, akkor pedig irányba látjuk. Ugye lehetetlen szerpentinek, egysávos út, majd oldjuk meg. Innen ugye a parkolóból nagyjából, hát így látótávolságra szerintem 500 métert kell gyalogolni, tehát nem sok. A gyalogos fény úgy néz ki, a falun keresztül visz, és mindenféle kis zegzós utcákba, tök jó helyeken megyünk. Egyszerűen már is itt el is tévedtünk, mert nyilat pont benéztünk, mindegy, szóval tényleg ilyen, kicsit ilyen kincskeresős a dolog. Legyen a vár, most pedig megyünk a komphoz, és irány Bellagio. Sikerült nagy nehezen parkolóhelyet találni, gyakorlatilag az egész út körben egy irányú, tehát meg se tudsz fordulni, úgyhogy amikor keresed a helyet, akkor mindig tovább kell menni, és végül is mész a városban egy nagy kört, aztán még egy kört, aztán még egy kört, de szerencsére itt az első kör végén találtunk egyet, nagyjából 5-6 perci távolságra a szállástól. I'm not here to waste my time on yet another bell.
most nagyon hasonlít Sirmione-ra, legalábbis abból a szempontból, hogy ez is az egyik legkiemeltebb település a tó körül. Úgyhogy most keresünk mindjárt egy éttermet, eszünk egyet, egy kis borozás, aztán holnap következik a Maggiore tó, ha jó idő lesz, ha pedig nem lesz jó idő, akkor pedig elindulunk a Cinque Terre-re.